Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, önök a Péntektől Pénteki című villámbeszélgetést látják. Műsorunk állandó vendége és egyben házigazdája, dr. Puskás Tivadar, Szombathely megyei jogúváros polgármestere. Köszöntöm, polgármester úr! Üdvözlöm a nézőket! Polgármester, a visszatekintésünket kezdjük akkor a hét első napjával, hétfővel. Ha jól látom, polgármester úrnak két programja volt ezen a napon. 1993-ban indult egy olyan mozgalom, hogy a szépítő egyesületek fiatalokat hívtak magukhoz, és ezek a fiatalok táboroztak egy-egy városban, és annak a városnak a nevezetességeivel ismerkedtek meg. 2014 óta Szombathely is igen aktívan részt vesz ebben a dologban, és most ebben az esztendőben a 25. alkalommal megrendezésre kerülő tábornak a házigazdái mi vagyunk, és itt üdvözölhettünk 30-40 gyereket, fiatal, általános, illetve középiskolást, valamint hát a kísérőiket, tanárokat, akik Szombathely nevezetességeivel ismerkedtek, és ezeket a nevezetességeket a szombathelyi fiatalok, a szombathelyi diákok mutatták be. Azért lényeges, hiszen az épített és szellemi örökségünket, hogyha a fiatalok viszik tovább, akkor biztosítva van, hogy ez a jövőben is értékként megmarad Szombathelyen, megmarad Magyarországon. A másik program pedig a kábítószerügyi egyeztető fórumnak az ülése volt. Hogyha végig gondoljuk azt, hogy a világban összességében 200 millióan vannak, akik kábítószerrel élnek. És ha végig gondoljuk azt, hogy a világban évente olyan 200 ezer ember azért hal meg, mert kábítószer túladagolás volt a halál oka, meg egyébként is a tudatmódosító szereknek a használata, az mindenképpen olyan, amelyet megelőzni érdemes. Megelőzni érdemes, persze gyógyítani is kell, de megelőzni sokkal hatékonyabb és sokkal nagyszerűbb eredménye van. A Szombathelyen működő prevenciós fórumnak az ülése rendszeresen, megfelelő rendszerességgel működik, és hát ezt az ülést tartottuk itt a Városházán. Kedden sportos napja volt polgármester úrnak, megtekintette a Hadás sportkomplexum kivitelezését, emellett pedig díjakat adott át a Tour de Hongrie prológiát követően. A Hadás sportkomplexum és stadion építése nagyszerűen áll, tehát a vállalt határidőre elkészül, és én úgy gondolom, egy olyan grandiózus építkezés, ami meghatározza Szombathelynek az elkövetkezendő 50-100 évét. Csodálatos az építmény, és pillanatnyilag hát sok minden mellett a játékteret, tehát a labdarúgó pályát építik. Rendkívül bonyolult egy ilyen labdarúgó pálya építése, megfelelő locsolórendszer van, megfelelő alakcsövezés van, hogy a vizet el tudja vezetni, megfelelő fűtés van. Na most ezeknek a műszaki megoldása nagyon érdekes, meg nagyon szép. Magam is elcsodálkoztam rajta, hogy milyen bonyolult egy ilyen futballpályát fölépíteni, futballpályának a talaját épít, előkészíteni, aztán utána meg természetesen majd a fűnek úgy kell nőni, ahogy hát ezt előírták neki, úgyhogy a fűnek sem egyszerű, de az építés is rendkívül bonyolult. Ezen kívül hát a sportcsarnok is olyan helyzetben van, hogy rövidesen az üléseknek a beszerelése következik. A következő nem kevésbé érdekes, ez a Tour de Hongrie-nak a prolog része, az az idei esztendőben is Szombathelyen került megrendezésre. Az újkori Tour de Hongrie történetében ez a harmadik prolog, amit itt tartanak Szombathelyen. A szombathelyiek számára nagy látványosság, ez Magyarország számára, és hát messzire viszi Szombathely hírét, messzire viszi Szombathely kerékpáros múltját.
Nem csak a Rohonczi úti sportkomplexumban zajlanak az építkezések, hanem például a Berzsenyi téren is. A Berzsenyi tér építkezéseket tekinthettük meg. Az építkezések határideje, ugye ez egy olyan lényeges pont, amit meg szoktak kérdezni, hogy hogyan állunk. Azt mondták, hogy az előre ütemezett terveknek megfelelően. Most pillanatnyilag azt lehet látni, hogy nagyrészt a Széchenyi utca készült el. Még nyilvánvalóan nincs kész, de a kész előtti állapotnak megfelelően, és hát szerintem jól néz ki. A Berzsenyi téren is egy-két helyen már a szint meglátható, tehát hogy milyen magasan lesz a térkőnek a szintje. Ezen kívül megtekintettük a Schmidt Múzeum új fogadóépületének az építését, és hát a Schmidt Múzeum udvarán lévő villamost, az lett a végső megállapítás, hogy ott szépen kiépítjük, kialakítjuk a megállóját ott a jelenlegi helyén, és hát nem hozzuk ki a Berzsenyi térre, mert ez különböző nehézségekkel járna, és nem biztos, hogy elérni azt a célt, amit most szeretnénk a villamossal bemutatni. A szerdai napon volt egy nemzetközi projektnyitó is. Egy Európai Uniós projektnyitóján vettünk részt, vagy vettem részt. Ennek a projektnek az a lényege, hogy Szent Márton örökségét, Szent Márton szellemiségét a későbbiekben tovább vigye. 6 országból, köztük Magyarországról vesznek részt ebben a projektben a partnerek, és döntően azok a környékbéli országok, akik a Szent Márton útvonalban, európai útvonalban is szereplők. Én úgy gondolom, hogy ez a 3 éves időtartamra meghirdetett Európai Uniós projekt azt a célunkat támogatja, amit annak idején tavaly a Szent Márton évben hirdettünk, ez pedig az volt, hogy Szent Márton szellemiségét a későbbiekben is vigyük tovább. Hát itt van egy Európai Uniós pályázat, ez a pályázat céljában is, tartalmában is Szent Márton szellemiségét hivatott továbbvinni. A csütörtöki nap részben a kultúráról szólt, ugyanis megvolt a beharangozó sajtótájékoztatója az ízelmi játékoknak, emellett pedig volt egy könyvbemutató is. Az idei esztendőben 4 előadás lesz. Ez a 4 előadás július 21-én Mozart darabban indul természetszerűleg, és akkor a későbbiekben lesz egy táncszínházas előadás, hát ugye Szombathely a tánc fővárosa, és egyébként szeretnénk az Európa fővárosa lenni, Európa kulturális fővárosa lenni, úgyhogy ehhez is kapcsolódik, de egyébként az Experidance-nek lesz egy nyilván nagyon érdekes és szép előadása. Aztán a következő egy érdekes variációnak látszik, ez július 28-án kerül megrendezésre. Ez a Szavária Szimfonikus Zenekar kiegészül 5 rockzenésszel, és így a rockzene meg a szimfonikus zene egyvelegét variációját kapjuk meg, nagy zenei csemegének látszódik és érződik, és augusztus elején, augusztus 2-án pedig Bogányi Gergelynek a csoda zongoráját láthatjuk, hallhatjuk itt Szombathelyen. Matróznaplók, ezen címának a könyvnek, amely megjelent. A mostani első világháborús, vagy nagyháborús emlékévhez kapcsolódóan az újabb kiadvány a Matrózok naplóinak a megjelentetésével foglalkozik, egy
szép kiadványt, egy érdekes kiadványt láthatunk, és ennek behatatója lesz a Katonatörténeti Múzeumban. Csütörtökön és pénteken nem csak a kultúra, hanem az egészségügy is főszerepet játszik. Szombathelyen a 22. egészségnapokat tartjuk. Az egészségnapok most úgy indul, hogy a szakdolgozói kamarák egyesülete tart a csütörtöki nap délelőttjén, illetve a csütörtöki napon egy konferenciát, továbbképzést. Ehhez kapcsolódik az egészségnapok rendezvénye. Az egészségnapok rendezvénye, mint említettem, 22-e lesz már itt a városban. Ennek minden évben van egy-egy hívó mondata, egy mottója az idei esztendőben, az emlődaganat, illetve az emlődaganatnak a felismerése, kezelése a fő téma. Ezzel foglalkoznak a különböző vizsgálatok, szűrések, különböző népegészségügyi foglalkozások. Amúgy rendszeres az is, hogy ilyenkor az egészségnapok keretében kerül megrendezésre az az ünnepség is, amelynek során az egészségügyi dolgozókat a város elismeri. És ilyenkor kerül sor a Semmelweis ünnepségre is a városban. Az is rendszeres Szombathelyen, hogy ezen egészségnapok keretében tartanak egy, nem tudom pontosan, hogy mondjam, egy húzó előadást, szóval ez egy nagy előadást az idei évben Zaher Gábor a mindennapi mérgeinkről beszél. Elérkeztünk polgármester a hétvégéhez, a szombati napon lesz egy nagyon szomorú esemény, és hát lesz egy vidámabb program is. Szombati napon délelőtt Rubovszky György temetésére megyek. Rubovszky György az a KDNP-s politikus volt, aki a kereszténydemokrata néppártnak az újjáalapításában jelentős szerepet játszott. Rubovszky György volt az a politikus, aki a kereszténydemokrata néppárt újkori történetében parlamenti munkájában meghatározó személy volt. Rubovszky György az a frakciótársam volt 2006-tól a parlamentben, akitől rengeteg mindent tanultam. Szombaton rendezik meg a Horvát napot. 9. Horvát nap rendezvényei lesznek itt Szombathelyen. A horvátok itt Vas megyében is jelentős számban élnek, jelentős számban befolyásolják a Vas megyeieknek az életét, szemléletét, és hozzátartoznak a magyarsághoz. Ezt az ünnepet tartjuk most. Ha jól látom, polgármesternek vasárnap is két programja lesz. Szent László Zanatnak a védőszentje, és Zanaton ilyenkor az ünnepi Szent Mise után egy Szent László ünnepség lesz. Miniszter úrral együtt meghívást kaptunk a zanati Szent László napra, ahol természetesen nagy örömmel részt veszünk. A sors úgy hozta, hogy a Szent László nap után a holokauszt megemlékezésre vagyunk hivatalosak, és a holokauszt megemlékezés végén egy koszorúzás lesz az itteni zsinagóga melletti emlékműnél, ahol ismét mindketten részt veszünk. Polgármester, köszönöm szépen a beszélgetést! Köszönöm szépen a figyelmet! Kedves nézőink, Önök a Péntektől Péntekig című villámbeszélgetést látták, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!